Sikeres felvételi eljáráson van túl a Nyíregyházi Egyetem. Az intézményben idén szeptemberben csak nem 20%-kal több új hallgató kezdi meg tanulmányait, mint a 2021-es tanév elején. Kósáné Bilanics Ágnes oktatási rektor helyettes 35 perc című műsorunkban azt mondta, az egyetem az elmúlt egy évben sokkal többet fordított marketing tevékenységre, ennek is köszönhetően ugrott meg az intézmény népszerűsége. Azt gondolom, hogy a sikernek az egyik része az a nyilvánosság, és hogy minél több fórumon, felületen el tudtunk jutni a célcsoportjainkhoz. Ez csak az egyik része. A másik azt gondolom, hogy mindannak a munkának az összessége, amit a Nyíregyházi Egyetem kollégái, mind a katedrán, mind a nem a katedrán lévő oktatók mögött lévő segítő szolgáltatásként adtak munkájukkal. A harmadik része a hallgatói önkormányzat munkája és a hallgatóknak, mint közösség, az egyetemhez való tartozás szimbólumainak fenntartása, mint a kulturális szignáloknak, mind a rendezvényeknek, mind azoknak az ünnepeknek a megújítása, amelyet szerettük volna a pandémia után újra iskolapad egyetemi képzés keretein belül megjelent hallgatóknak ezeket az élményeket visszaadni. Tehát én azt hiszem, hogy ez egy nagy közös munka, amelyben nagyon sokan kivették a részüket, és nagyon örülünk annak, hogy ilyen számokat tudunk már az általános felvételi eljárás után felmutatni. A legnépszerűbb a gazdálkodás és menedzsment szak volt, emellett pedig az óvópedagógus, a programtervező informatikus és a repülőmérnök képzésre jelentkeztek a legtöbben. Azokra a szakokra, amelyekre az egyetem az általános felvételi eljárás során már vett fel hallgatót, a minél nagyobb létszám érdekében pótfelvételit is meghirdett, ennek jelentkezési határideje augusztus 5-e. A rektor helyettes hangsúlyozta, a különböző tanárképzési szakpárokat választották eddig a vártnál kevesebben, remélik minél több fiatal tudnak még felvenni ezekre a helyekre a pótfelvételi során. Ami újdonság, hogy állami finanszírozott területen, bizonyos stratégiai területeken pótjelentkezésben is biztosítunk helyeket, ilyen például a pedagógus képzésnek a teljes vertikuma, de bizonyos mérnök képzéseken, informatikai képzéseken. Én mindenkinek ajánlom, hogy a Nyíregyházi Egyetem honlapján és a felvi.hu honlapon tájékozódjon ezekről a lehetőségekről, és ennek megfelelően választja ki a számára legkedvezőbb szakot. És mivel kérdezte az előbb, hogy melyek azok, amelyeken nehézségeink vannak, nyilván a pedagógus képzés az, ahova szeretnénk a jövő fiataljainak képzését biztosítva még minél több hallgatót beiskolázni, úgyhogy hívjuk, várjuk szeretettel mindazokat, akik a tanítás, tanulás feladatai iránt érdeklődnek. Kósáné Bilanics Ágnes hozzátette, a Nyíregyházi Egyetemnek a tavalyi volt az első tanéve alapítványi fenntartásban, ennek köszönhetően az ösztöndíj program is kiszélesedett. A tanárképzésen és a mérnök szakokon érhető el a legmagasabb támogatás a tanulmányi átlagtól függően, az első éves nappali tagozatos hallgatók pedig valamennyien laptopot kapnak a tanulás megkönnyítése érdekében.